A férfiak nagy részének, és ez rám nagyon igaz volt annó, amikor még társkeres üzemmódban voltam, olyan rohadtul elegünk van már a pózokból, a túlgondolt öltözködésből, a túlgondolt sminkből, a túlgondolt kiegészítőkből, tehát hogy így sok, és ez a férfi oldalról automatikusan hozza magával azt az érzést, hogy ennek... Szeretettel üdvözlök mindenkit, gyors videó, spontán videó, női csoportban voltam, egy nagyobb női körben tartottam előadást, beszélgettünk. Miről? A női sorsról, a férfiről, hogy a férfiak hogyan látják a nőt, meg a női útról, ugye van ez a korszakos rendszer. És az egyik nagyon fontos dolgot szeretném most ide is behozni, ami nekem mindig megdöbbentő, hogy nők ezt hogy nem tudják. Hogy mitől szép a nő. Ez a mai téma. Ott is ezt el kellett még ismételjem, és most csinálok akkor nyilvános videót erről, hogy a nő nem a kilóktól szép, nem a centiktől szép, nem a ráncok hiányától szép, vagy az ívektől, vagy a formáktól szép, vagy a gyerekek számától szép, vagy nem szép, nem a testi adottságai okán szép, nem a genetikája miatt szép, nem a kisportoltsága miatt szép, a nő a magabiztosságától szép. Annyira jó lenne ezt már minél többeknek így megérteni. A női magabiztosság az adja ezt az ellenállhatatlanságot. Amikor, és biztos, még egy ilyen fiatalabbkori élmény, amikor az éjszakában sokat jártunk, és olykor így felfénylik egy része a szórakozó helynek, és csak annyi történik, hogy valaki felszabadultan táncol. Biztos megvan sokaknak ez az élmény. Hogy ez adja a szépséget, a jelenlét, a bekapcsoltság, ez az, ami ellenállhatatlan, amikor a nő csak így van. És tényleg ez nem a kilókon, centiken adottságokon múlik. Miközben persze igen, a kilók, centik fontosak olyan értelemben, hogy ahhoz, hogy az ember így be tudja kapcsolódni tényleg a működésébe a világnak, és spontán és önfeledten önmaga legyen, ami az ellenállhatatlanul vonzó nekünk férfiaknak, ahhoz persze nem árt, ha figyelünk a táplálkozásunkra, nem árt, ha mozgunk, ha sportolunk, nem árt, ha jól vagyunk a bőrünkbe. De nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy bátran, őszintén, önfeledten tudjunk önmagunk lenni. Nők is. Ez az, ami nekünk férfiaknak tényleg konkrétan ellenállhatatlan. A férfiak nagy részének, és ez rám nagyon igaz volt annó, amikor még társkeres üzemmódban voltam, olyan rohadtul elegünk van már a pózokból, túlgondolt öltözködésből, a túlgondolt sminkből, a túlgondolt kiegészítőkből, tehát hogy így sok, és ez a férfi oldalról automatikusan hozza magával azt az érzést, hogy ennek a nőnek, ahol ez ilyen sok még, ott nagyon róla szól ez az egész, ott részben automatikusan érzünk egy bizonytalanságot, hogy magába ez a nő bizonytalan, egy önbizalomhiányt, és érezzük azt, hogy ő akarja a figyelmet, aki ilyen rengeteg energiát tesz abba, hogy ő szép legyen, az akarja magának a figyelmet, de ez pont nem vonzó nekünk férfiaknak. Az önfeled természetes, akár smink nélküli felszabadult, önmagaként jelenlévő nő az, aki vonzó. És ezt érdemes gyakorolni, hogyha valakinek ez még nem magától értetődő, és úgy látom, hogy sokaknak nem a sajnos ma a világban, pedig ez az, akit megszólítunk, ez az, akihez odalépünk, ez az, akinek örömmel és boldogan és önként, és ami nagyon fontos, gondolkodás nélkül adjuk a mindent és a bármit tálcán, így a lábai elé, vagy az oltárához akár, azoknak a nőknek, akik így tudnak felszabadultan tényleg önmaguk lenni. Ez a nőknek, ez az istennő működése, ezt hívom így, és ezt annyira fontos minden nőnek megélni, minden nőnek megtapasztalni, hogy ő igenis tud ellenállhatatlan lenni. Önfelett őszintesség, tényleg. Ez a kulcs. Egyszerűen csak merj önmagad lenni, és meg lesz, akiknek az vonzó, sőt, ahogy sokat vagy önmagad, egyre inkább lesz ez olyanoknak is vonzó, amit talán nem is gondoltál volna, hogy nekik ez vonzó lehet majd, vagy lesz majd. Eddig ez a videó, köszi a figyelmet, és megyek az óvodába Annáért. Hajrá, jó munkát mindenkinek!